Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm! Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon, illetve a Yahoo útja csatornákon. Ezúttal Póli Pállal fogok beszélgetni. Póli Pált ismerhetitek a Church of God weboldalról. Ő ennek az egyik szerkesztője, ha jól gondolom és átadom a szót neki, hogy röviden bemutassa magát, illetve ezt a Church of God oldalt feltételezem, hogy a többség egyébként ismeri, meg hallott erről az oldalról, csak esetleg nem tudja, nem ismeri a szerkesztőket, mert nem tudom, hogy a weboldalotokon van-e szó úgy általában rólatok, úgyhogy hagyj adjam át a szót neked, Pá. Rendben, hát üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, a weboldalon van némi bemutatkozás ezeket illetően. A, az írásokat általában én fordítással kezdtem a Churchill God részéről, és aztán a saját írásaimat is ott közvetítettem. És végül is ez az angol száz világban ismert Churchill gád felekezetnek a magyar weboldala. Mikor, mikor keletkezett ez? Mikor alapították ezt? Lehet tudni valamit a hátteréről ennek a Church of God a church, mozgalomnak? Igen, hát a Church of God természetesen létezett az első pünkösdóta. Ja, értem. És az egyház történelem két szállon fut. Van a rejtett, illetve inkább bújdosó egyház, és van a nagy parázna egy ami üldözte a kis igazakat mindig is, de a nagy parázna egyház volt a látható nagy egyház. És az Isten gyülekezetei lényegében titokban funkcionáltak, üldözve, és kis csoportokban, és nagyjából még a történelmük is ismeretlen, ugyanis a egyház történelmet a nagy egyház írta. Világos, persze. És ők leg, legfeljebb érintőlegesen említik ezeket a Isten gyülekezeteihez tartozó csoportokat, és természetesen úgy utalnak rájuk, mint eretnek mozgalmak, akik sokszor igen, szekták, eretnekek, akiket nem az igaz hit vezérel, és akár üldözni lehet, és az nem is történik. Na most ez egy külön történet lenne, végig felsorolni, hogy hát a 2000 évről van szó, de maradjunk annyiban, hogy a, amikor a Mayflower elindult Amerikába, annak a hajónak az utasai között jelentős számú Church of God, tehát Isten gyülekezetei tagja volt. Ők alapították meg lényegében, Amerikát, ami nem tévesztendő össze az usa val mert akkor még nem létezett az USA. Igen. És ők úgy tekintettek arra, mint egy új Izrael, ahol Isten népe szabadon élhet. Aztán elindult egy óriási bevándorlási hullám, és ez a közösség egyre kisebb számban volt képviselve, és hát jött a protestanizmus, stb. stb. De az 1800-as években, volt egy ébredési mozgalom Amerikában, az adventizmus. Ez aztán több, több ágra szakadt. A legismertebb természetesen a hetednapi adventista felekezet, És a Church of God. Na most most aztán volt... emlékszem egyébként, hogy így, így mondod, mintha a tanulmányaim során is hallottam volna erről a Church of God-ról. Most az awakening mozgalom, azt, azt ismerem, az, arra emlékszem, meg az adven... De én nem gondoltam, van valami ilyen közelebbi kapcsolat az adventizmus esetleg, meg a Church of god -hoz? Hát az adventizmus volt eredetileg a Church of God. De ez a mozgalom ketté oszlott, ugyanis az Ellen G. White, amikor profitanőként fellépett, akkor a gyülekezetek megosztottak, és az ő nevük egyébként eredetileg Church of God volt. Ja. És az LNG White frakció megváltoztatta a nevét a hetednapi adventista egyházra, a Church of God meg pedig megmaradt Church of God-ként, de ez volt a kisebbik frakció. Uh -huh. Na most ennek aztán volt egy külön történelme. Én, én, én nem is gondoltam, hogy ez, nem is fogtam ezt a párhuzamot meg, mert nem, mintha ez probléma lenne számomra, csak nem is. Tűnt fel ez a párhuzam, az adventizmus. Igen, ez jó dokumentált egyébként, és még a honlapon is található ezzel kapcsolatos információ. Pont azt nézem, igen. Valóban. És megmaradt valamennyi kapcsolat, vagy bármi má mára az adventizmusból? Te hogy gondolod? Hát az adventizmus először is ez az egész mozgalom Amerikában úgy ismert, mint a szentségmozgalom. A szentség mozgalom lényege az, hogy mindent, ami a Biblia szerint, tehát Isten szerint szent, szentség, az elvárt az emberiség részéről, hogy szentnek szentségként kezelje. Igen. Tehát ebbe beletartozik a törvény, a szombat, a, az isteni intézmények szentsége, és... Komolyan is vették, tehát nem nem csak névlegesen voltak ők keresztények, Igen. hanem ami szent dolog volt, azt szentként tartották, és úgy viszonyultak hozzá. Ez, ez nekem és, is. És, ja, bocsánat. és csak azért ezoknál fogva nevezik szentségmozgalomnak. Na most a szentségmozgalom legismertebb mozgalma az adventizmus volt, de onnan jöttek szakadások. Egyébként még a Jehova tanúi is ennek az adventizmusnak egy leágazása. Igen. Mondjuk az már az már még a kereszténységtől is távolabb került. Igen. Bár hogyha igen, jól értelmezem, igen, igen. azzal, hogy a Szent Háromság az nem része a Church of God doktrinának, azzal lényegében Church of God nem is számít egy keresztény mozgalomnak, vagy nem is része a kereszténységnek, ugye? hiszen kereszténynek számít az, aki aki Igen, a Szent ilyen, ilyen téren ez így igaz. Magyarán ez egy eretnek mozgalom, mint ahogy a miénk kis de, Igen. de értem, értem. A, Egyébként hih. az adventisták 1931-ig unitáriusok voltak. Na, érdekes, hogy mondod, mert az, az egyik órán pontosan dogmatikában én azt a feladatot kaptam, hogy fordítsak le egy ez egy 15 oldalas, nem is tudom, bocsánat, lehet, hogy még több oldalas angol újságcikk volt, amiben az, az a Szent Háromság és az adventizmusnak a kapcsolatát taglalták, úgyhogy egészen a kezdetektől a, mind a mai napig, és egy, egy igen jelentős változás következett be ezügyben, mint ahogy mondod, elkezdték ők ezt unitáriusként, pontosan úgy, ahogy vagy sem is tudom, hogy pontosan új, de a Jehova tanúi valami olyasmit vallanak szerintem, mint amit én is, meg amit meg fogunk beszélni majd nem soká, hogy pontosan hogy is alakul a, az Isten képe a Church of God-nak. De, de érdekes módon magyarán szóval mára a mai hetednapi adventizmus az egyáltalán nem is az, mint ahogyan ez az egész elkezdődött. Pontosan így van, és ez LNG-váltal kezdődött, és az ő profitai látomásával, és ez a csoport aztán egyre lassan, de egyre biztosabban átment ilyen fősodratba. Pontosan, Tehát így van. Íromult a fősodrathoz, és 1931-ben elfogadták a Szent Háromságot, és onnan végül is, végül is beigazodtak a fősodratba, és ami még lényeges náluk, hogy ők bár a szombatot tartják, de tartják a karácsonyt, az Igen. Isten ünnepeit viszont nem tartják, mert úgy vélik, hogy az már nem szükséges, szóval ez egy ilyen uh, egyveleg rendszer lett. Igen. Én szerintem a kezdetekkor is egyfajta egyveleg volt, de, de mára tulajdonképpen lehet, hogy semmi nem is különbözteti meg az adventizmust a kereszténységtől, azon kívül, hogy esetleg a szombati napon ők valamit még csinálnak, de én úgy gondolom, amennyire megismertem, hogy majd, hogy nem csak ugyanazt gondolják meg, úgy is élnek, mint egy keresztény, azzal a különbséggel, hogy a vasárnap helyett számukra a szombat az, amikor eljárnak. Nyilván az étkezési szok, azt hiszem, hogy a talán az megmaradt, ezzel a vegetáriánus... Hát a vegetárianizmust beletették nagyon erősen, és hát emiatt is megosztások vannak egyébként a, az adventizmus a jelen állapotában uh, hát felbomlóban van. Igen. Több ágra szakad. Vannak a konzervatívabbak, vannak akik lényegében már teljesen átmentek protestánsba, és vannak a köztesek, akik hát ide-oda mozgolódnak, de ott óriási változások fognak végbe menni a közeljövőben. Egyébként elég nagy szegmensük próbál visszaigazodni a YouTube-gárhoz, Szóval ez egy ilyen folyamatos történet a csőcsögár és az adventizmus között. Álmos. Ilyen van egy viszony, ami, ami volt, aztán megszűnt, és úgy néz ki, hogy most az adventizmusból sokan vissza akarnak igazodni. És akkor mit mondanál, hogy mi a legnagyobb, vagy mi, mi, a különbség a Church of God és a mondjuk úgy az átlag keresztény? Most ne, nem akarok elmenni abba az irányba, hogy egy átlag keresztény majd, hogy nem csak olyan, mint egy világi ember, hanem Inkább maradjunk annál, hogy ami, amit a keresztények mondanak, hogy ők hisznek. Mik a, mi a különbség? Mit mondanak? Hát mi ezt, ezt mi úgy definiáljuk, hogy a világi főfoglaltuk kereszténység az, ahol elmondják neked, hogy a Biblia igaz, <laughs> elmondják, hogy mit tanít a Biblia, és megmagyarázzák neked, hogy miért nem kell megtartani azt, amit a Biblia ír. Ez? Ez nagyon durva, és a szentségmozgalomhoz tartozó felekezetek pedig mindent, ami a Biblia előírásként, utasításként megad, azt ők úgy érzik, hogy az felelősségük betartani, mint Isten népének. Lágos. Akkor abban egyetértünk, hogy a, a kegyelem, az a megigazulás, üdvözülés, különválasztódás, vagy a megszentelődés. Ezek nyilván mind a hitnek az eredménye, meg a következménye, és, és Jahusa, vagy Yeshua, vagy Jézus munkásságának az eredménye. Ettől függetlenül azonban az embernek járnia kell a, a, a tóra által kijelölt úton, ahogyan. Ahogyan Yahusha is tette, azt, vagy Jesuwa, hogy te mondod, illetve Jézus. Ez nagyjából a, gondolom én, az elképzelés. Hát igen, mondjuk azt én kihangsúlyoznám, amit Krisztus mondott, Jézus Jánosua, hogy senki nem élhet, ő hozzá, ha csak az Atya nem hívja. Tehát De. a kereszténység az választottságon alapszik, ezért is utal, a Szentírás gyakran úgy az egyház, ahogy a választottak. És a, a, korai egyház idejében a választottak kifejezés volt a leg, gyakrabban használt kifejezés az egyházra, saját magukra. Tehát ez a választottság azt jelenti, hogy Isten az, aki elhívja az embert Pisztushoz, és ez megint csak ellentétben van a világi egyházakkal, amelyeknek célja az, hogy mindenkit megtéríteni, betéríteni, még ha csak névlegesen is, rámondjuk, hogy keresztény, és azáltal az az ember már keresztényé fog válni. Igen, és elképesztő a különbség, mert ahol mindenki keresztény lehet feltételek nélkül, az azt fogja eredményezni, amit látunk a világi egyházakban. Aki pedig elhívott Isten által, és a Szent Szellem által felismeri az igazságot, és követni akarja azt, az viszont elkötelezetten fogja az Isten által levetett utat és rendet követni. Akkor magyarán... És ez uh -huh. abszolút elválasztja a két, két rendszert egymástól. Tehát ez ég és föld, és összeférhetetlen és összeegyeztetetlen. Gyakorlatilag a, a kereszténység, én nem, nem is tudom, én gondolkodtam ezen így az évek során, ahogy egyre jobban megismertem Egyrészt a világot, másrészt a kereszténységet. És én úgy gondolom, hogy megvan a haszna annak, hogy a, ez az átlag keresztény, az a két és fél milliárd ember nagyjából, az a mozgalom, vagy az az ideológia, az olyan híg, amilyen híg. És az az, az, az egésznek az értelme, én biztos vagyok benne, hogy nyilván az ellenség irányítja azt, a, azt az egészet. Én nekem ez meggyőződésem. Ugyanakkor az atya felhasználja ezt arra, hogy csábítsa magához azokat, akik rendelkeznek ilyen gyermeki hittel, mint ahogy én is voltam, meg rengeteg más ember. Hogy csak hinni kell Jézusban, el kell fogadni az ő áldozatát, és aztán majd eljársz a gyülekezetbe, és ott megtanulod. És azáltal, hogy ez ilyen híg az egész, nagyon kevés teher rakódik az új hívőre. Érted, mire gondolok? Szóval nincs az a nagy nyomás, hogy már pedig itt meg kell felelni mindenféle szabályoknak. És hogyha tovább az az ember, ha tovább szeretne menni, és tovább kutat, akkor rájön egy idő után, hogy hát azért ez nem egészen úgy van, hogy csak hinni kell, mint hogy. És akkor megy egy következő szinte, talál egy kisebb csoportosulást a kereszténységen belül, ahol már szigorúbbak az elvárások, és aztán megy tovább, és tovább, és tovább. Érted, hogy mire gondolod? Igen. Hát a Biblia ezt alátámasztja annyiból, hogy hogy Isten maga az, aki utasítja, hogy én népem, gyertek ki Babilonból. Ami ja. azt jelenti, hogy az ő népének legalábbis egy nagy része, vagy egy jelentős része Babilon hatása alatt áll. És vannak emberek, akik valóban valamelyik ilyen ősodratú egyházhoz tartoznak, de komolyabban veszik az Istent és az ő akaratát, és elkezdik követni, tehát a saját felekezetek belől, de egy idő után, amikor már felismerésre jutnak, hogy, hogy nekik aktívan ki kell lépni abból a rendszerből, akkor fel kell azt nekik ismerni, és meg kell tenni ezt a lépést, mert azon a rendszeren belül nem fejthetik ki az igaz vallás. Pontosan. Ez érdekes egyébként, amit mondasz, hogy ha egyáltalán beszélsz egy ilyen, egy ilyen közösségben, egy keresztény közösségben arról, hogy, hogy, hogy szombat, vagy, vagy egyáltalán tiszta-tisztátalan bármi, akkor te azonnal egyfajta párja leszel ott, és semmiféle esélyed nincs arra, hogy egyáltalán kifejezd ezt a gondolatot, mert egyből oda fognak jutni, hogy ez törvényeskedő, hogy ez farizeus, és így tehát, hogyha el is indulna az emberben ez a folyamat, hogy jaj, lehet, hogy nekünk csak csinálni kéne valamit, hisz a tíz parancsolatban is le van írva, meg itt ez van éve magad, akkor azonnal utána ez a közösség vagy kivet magából, vagy pedig átformál olyanná, amilyenek ők, azáltal, hogy ezt így lekiöli belőled ezt a vágyat, hogy, hogy cselekedd azt, ami helyes, és menjél közelebb az atyához. Ilyen szempontból viszont már utána nehéz haladni tovább, mert érted, utána már nem tartozhatsz ahhoz a közösséghez, amihez esetleg így hozzánőttél. Most... Igen, és itt jön képbe a háromságtan. Igen. A háromságtan védi az ő rendszerüket attól, amit mi igazságnak tartunk, ők viszont eretnekségnek. Ugyanis, hogy ha valaki rájön, hogy az egy igaz Isten, az Úr, nem pedig egy háromságos Isten, akkor annak az egy igaz Istennek a törvényei érvényben vannak, és az azonnal elválassza azt az embert, ettől a rendszertől. Mert a háromság hívés az szorosan összefügg a törvényszegéssel. Mert ők egy olyan kegyelmet hirdetnek, amely elveti az Isten törvényét. Ja. És na, a, tehát a háromság az azért rendkívül fontos számukra, mert az határozza meg, hogy kit kell és szabad üldözni. Akik nem fogadják el a Szent Háromságot, azok a rendszeren kívül vannak, és ők eretnekek, akiket, amikor az alkalom engedi, lehet üldözni. Jelen pillanatban nem élünk a középkorban, de viszont eljön az ideje annak a jelenések könyve szerint, amikor újra hatalmat kap, és akkor újra bebizonyosodik ez, hogy ők abban az állapotban, amikor uralkodnak, akkor üldözni fogják azokat, akik nem akarnak annak a rendszernek a részévé lenni. És az, az érdekes elgondolás, hogy mert én, ezen, én, én, nem voltam tisztában azzal, hogy a Szent Háromság az annyira alapvető a kereszténységben. Persze lehet, hogy ez a naívság, hogy aki nem fogadja el, az nem lehet keresztény. Igen. A bemész egy egyházba, az el, minden protestáns, katolikus és ezekkel kapcsolatos felekezetnek az alaptétele a háromság. És mindegyik kijelenti dogmatikusan, hogy ez egy olyan alaptétel, ami noha nincs benne a Bibliában konkrétan így, mint Szent Háromság, mégis egy. Egy, egy olyan dolog, aminek az elfogadása kötelező, és a nem elfogadása azzal jár, hogy te nem vagy keresztény, az ő szempontjából. Úgy, úgy, hogy, hogy közben nem csak, hogy nincsen ez leírva, ez az egész koncepció, hanem számos olyan vers van az én olvasatomban, meg én úgy gondolom, hogy egy egy 6-7 éves gyerek olvasatában is, ami egyértelműsíti, hogy ez, nem, ez lehetetlen is, és igazad van abban, hogy ez a Szent Háromság Isten, hogy, hogy ez lett, ez valóban egy új utat nyitott meg a kereszténységnek, ugyanis ez a Szent Háromság Isten már nem követeli meg a, a Tanákbanból ismeretes utat, azt, amit a tóra az instrukciókkal kijelölt, hanem ez az Isten már azt követi, azt követeli, amit Jézus meg, megadott parancsolatokat. És én úgy gondolom, hogy kénytelenek vagyunk egy különbséget tenni Jézus és Jehósua nevezzük így között. És akkor járunk legjobban, hogyha ha így, mármint én így gondoltam, hogyha így kommunikálunk. Jézus az ennek a szent háromságnak a tagja, ami, ami Istennel meg a szent lélekkel egy létező, de három személy. És az igazi Jahusa vagy Jehoshua, az pedig az, akiről a Biblia ír, és az a Jézus ez egy fikció, amit a kereszténység kreált. Még akkor is, ha ez a név szerepel a, a Bibliában. de két párhuzamos. Érted, amit szeretnék mondani, mint hogy párhuzamosan igen. futna két világ? Hát ez így is van, párhuzamosan van egy nagy parázna egyház és egy tiszta nő. Ahogy a jelenése 15ben mutatja, ami pedig az igaz a kis gyülekezete. A... Most az, az, mi az... isteni mondja. egység. kapcsolatos legjelentősebb versek egyike az, ami a János 17.3 az az örök élet, hogy téged az egyetlen igaz Istent ismerjenek, és azt, akit elküldtél. Van. A Krisztus Jézus. Tehát itt két szeméről van szó és ez a két személy nem egy és ugyanaz. Az egyik az, aki az egyetlen igaz Isten, a másik személy, a Krisztus pedig az, akit az az egyetlen igaz Isten elküld. Igen. Ez, 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 a vers, nyilván ezt is megmagyarázzak, mert én hallottam már ennek végtelen különböző magyarázatát, ezzel tisztában vannak a keresztények is, hogy ez egy olyan vers, amit, amit mindenki meg fog találni, és, és felhasználja a Szent Háromság ellen. Hogy pontosan hogy is magyarázták ki, arra már nem emlékszem, de de ez hogy, mert ugye ez úgy indul, hogy ezeket beszélte Jahusa is, felemelés szemeit az égre, és mondta, atyám, eljött az óra, és utána mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, vagy Elohimet. Igen. Ami azt jelenti, hogy az atya az egyetlen igaz Elohim vagy Isten az írások alapján. És mindvégig a tanákban vagy az ószövetségben ez következetesen így van. Szóval úgy gondolom, hogy azzal úgy lehetséges ez a megtévesztés, hogy az emberek ebben a ingyen kegyelem, azt hiszem, hogy így hívják ezt, ebben az ingyen kegyelemben élnek, hogy csak hinni kell, és aztán minden jó lesz ez már elválasztja őket attól, hogy bármiféle cselekedetről szó lenne, nem? Ez, ez már is azt jelenti, hogy nem kell csinálnod semmit. Sőt, most már odáig jutottunk, hogyha meg is, megpróbálsz bármit is csinálni, akkor te már egy ilyen munka megváltásban vagy, azt hiszem work salvation ez angolul. Már akkor, te, ha te akármit csinálsz, hogyha te a szombatnapot megpróbálod megtartani, de lehet, hogy még a vasárnapot is, akkor te már eldobtad a kegyelmet. Tehát ez, ez az, amit ők szeretnének érzékeltetni. Holott a kegyelem az azt jelenti, hogy a vétkes ember bűnbocsánatot nyert, de a bűnbocsánat után Isten magához hívja, és az újjászületett ember Istentől szület, és Jézust követi. Így egy Istentől született ember és Jézus követő ember csak annyi bűnt engedhet meg magának, amennyit Isten megenged neki, vagy amennyit Jézus elkövetett, amit akit ő neki követnie kellene. Jézus nem követett el bűnt, az azt jelenti, hogy ha őt követed, akkor te sem követhetsz el bűnt. Még ha el is esel, te azt úgy ismered el, hogy én egy bűnös ember vagyok, elestem, de kegyelem alatt állok, úgyhogy Isten megbocsájt, mert megyek előre tovább azon az úton, ami az igazság felé vezet, és ami egy törvényes út. követő út. Igen, pontosan ezt írja le egyébként számos helyen, de, de a római levél erről ír a hatos fejezetben. Most pont azt adtam meg, amíg ezt elmagyarázta, De ez pontosan így van. De gondolkoztam én ezen sokat, hogy mi okozza mi okozza azt, hogy, hogy az emberek ennyire hajlamosak erre a megtévesztésre, és végül is úgy gondolom, hogy az, hogy azt mondja a kereszténység, amit az emberek hallani akarnak. Egyszerűen csak jó azt hallgatni, hogy te egy bűnös vagy, kegyelmet kaptál, és akármit is csinálsz, és szeret, és nem tudsz semmilyen képen te már innen kikerülni. Sőt, én most hallottam olyat is, ha hiszed, hanem ezt úgy hívják, hogy pre-grace, ingyen kegyelem magyarul. És azt mondta ez hát az... Hát ezt azt hiszem a hyper-kegyelem, hyper, -kegyelem, hyper -grace. Igen, 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 igen. Hyper-grace is, meg, meg easy-believism, úgy hívják, könnyű hívőség talán magyarul. Easy-believism. És azt mondta ez az ember, és én nem lepődök meg már semmint, csak azon döbbentem meg, hogy idáig eljutottunk, hogy ha valaki egy pillanatra is hisz az élete során, egy pillanatra, nem is tudom, hogy hogy lehet egy pillanatra hinni, szerintem nem is érti a hit koncepcióját. Ha egy pillanatra hisz Jézusban, onnantól kezdve akármit csinálhat az élete során, ő már semmilyenképpen nem tudja elveszíteni a kegyelmét. Akkor se, ha, ha muszlim lesz, vagy báványoknak áldoz, hogy tömeggyilkos lesz. És ez már mostanra egy ilyen komoly mozgalommá nőtte ki magát. Írás pedig azt mondja, hogy aki győz, az elnyer mindent. A győzelemért küzdeni kell. Ha küzdeni kell valamiért, akkor az nem nincs oda vetve neked ingyen. Most a kérdésem az, hogy mi a, hogyan írnád le magát, a, az Isten képet fogalmazzunk így, amit a Church of God képvisel, és akkor kitérnénk mondjuk a, az Atya, a Fiú és a Szent Léleknek a, a szerepére, és én tisztában vagyok vele, hogy nincs, nem a Szent Háromságban hisz, de ez a három karakter meghatározó az írásokban, szóval kíváncsi lennék arra, hogy mi a röviden, hogyha vázolnád, vagy akár, hogyha akarod hosszan is, hogy hogyan képzeli el a Church of God ezt. Igen, nos, egyből vissza is térnék a Szent Háromságra, mint alapvető probléma. Ugyanis az egy bezárt kör. Az azt jelenti, hogy a háromság az volt, van és lesz, megváltozhatatlan Isten kép. Már pedig Jézus azt mondta, az Isten fiaként, és úgy utal rá a Biblia, hogy ő a mi idősebb testvérünk, akit mi követünk, és mi is Isten fiai vagyunk, úgy, ahogy ő Isten fia. Na már most, hogyha megváltoztak az Isten fiai, és ugyanúgy Isten fiai, mint ahogy az első szülött, Krisztus, akkor mi bekerülünk a halál után, a meggyicsérő testben abba, a valóságban, ahol Krisztus van, és ha Krisztus egy az Istennel, akkor mi is egyek leszünk Istennel. Tehát a háromság itt kizárva, mert itt egy több milliárdomosság fog létrejönni, ja, akikben Isten ott lesz, mint Isten minden mindenekben. Tehát az Isten tervének a végcélja, az emberiség megváltása, a megváltott emberiség pedig belekerül az Isten családjába, Krisztuson keresztül, aki az idősebb testvérünk, de mi ugyanúgy fiúk leszünk, mint ahogy ő fiú, nem pedig ahogy a háromság mondja, hogy egy elkülönült örökké, örökké valóságon állt különböző az emberektől. Úgyhogy az egy bezárt kép, a valós Isten kép pedig az, hogy Isten és az a csörcsögárd, partikuláris tanítása a kezdettől fogva, már Iréniusz is ezt tanította, hogy mi az Isteni család része leszünk, Krisztus testvérei és az atya mindörökkön atya, de a családban megszámlálhatatlan fiak sokasága fog e, hát bekerülni, és az egységet a Szent Szellem biztosítja az Istentől kijövő szent szellem. Tehát az nem egy különálló személy, hanem az az Istennek a szelleme, ami által egyé teszi a teremtését önmagával. Én, én egyetértek ezzel, nagyjából én is így gondolom. Még talán az merülne fel kérdésként, ami, ami szintén új, legalábbis az én fejemben relatíve új, hogy mi az álláspont arról, hogy a fiú, vagy Jahusa Jézus, a fiú az öröktől fogva létező e, vagy pedig ahogyan egy fiú születik, nem, bocsánat, nem úgy, ahogy egy fiú születik, de ahogyan egy fiú viszonyul a fizikális világban, az apjához, ugyanúgy viszonyul a spirituálisban az ő szava Elohimhez, az atyához, tehát időben, még akkor is, ha szeretnénk azt mondani, hogy az örökké valóságban nincs idő, de van, tehát... Hát az örökké valóságot kétféleképpen kell nézni. Azt az örökké valóságot, amiben egyedül az atya élt, és azt az örökké valóságot, ami előttünk áll, és ami meg lett osztva velünk. A különbség az atya és a teremtés között az, hogy az atyának nem volt kezdete, a teremtésnek pedig volt kezdete. Ha Jahosó örökké valóságban élt volna, akkor az azt jelenti, hogy két Isten volt az örökké valóságban, akit senki nem teremtett. Pontosan. De azt tudjuk, hogy csak egyedül Isten az, akit senki nem teremtett. Mindenki más az általa lett létrehozva valamikor. És, a, igen. és így egyébként Krisztus, amikor azt mondja, hogy én vagyok a kezdet és a vég, akkor azzal utal arra, hogy ő neki volt kezdete. És a fősadragú kereszténység a, a példabeszédek 7 és 8 fejezetét Krisztusra vonatkoztatja, és ott úgy van igen, az eredetét szövegben, hogy meg lettem alkotva, létre lettem hozva. Itt a bölcsesség beszél. Mondjuk én azt nem Krisztusra vonatkoztattam, hanem az Isten szellemére, illetve vannak egy aspektusára, tehát még a, még a Szent Szellemet is Isten generálta önmagából, célból, hogy az általa létrehozandó teremtéssel tudjon kommunikálni, és végső soron általa egyét tegye magát azzal a teremtés. Tehát amikor még nem volt teremtés, nem volt senki a létben, csak egyedül az ö, egy Örök Isten, az atya, senki más nem volt mellette, neki nem volt szüksége Szent szellemre, mert őt nem kellett tanítani, és őt nem kellett vigasztalni, mm -hmm. őt nem kell azt, a Szent Szellem azért lett generálva, mint az Isten teremtésének első lépése, hogy majd a létrehozott teremtéssel ő tudjon kommunikálni, funkcionálni, és végső soron, mint mondtam, egyéteni magát, önmagát a teremtésével, legalábbis az a részszer, aki elnyerte az üdvösséget. Értem. Nagyjából én is így gondolom, a, talán a, a Ruachnál van egy, van eltérés, de majd mindjárt felvázolom, hogy az érdekes, amit említettél a kezdet és a végről, ugyanis szerintem a kezdet és a vég, az kettőféleképpen lehet értelmezni. Ugye egyszer Ézsaiás, ha jól emlékszem, 45-ös fejezetben beszél az írás úgy, hogy akkor az atyára vonatkoztatja ezt a, hogy, hogy ő a kezdet és a vég. És nem tudom pontosan, hogy hogy hol van, de a 45-ös fejezet lesz az szerintem. És ami érdekes ezzel kapcsolatban, hogy lehet az atya is a kezdet és a vég, és lehet a fiú is a kezdet és a vég, csak különböző értelemben. Különböző módon, így igen. Van. A, Na most a fiúra lett rábízva a teremtés megváltása. Így van, így van. És ő, ami, tehát az ádámi teremtésnek, ha ezt ki akarjuk fejezni, nyugodtan kifejezhetjük így, hogy ő az ádámi teremtés kezdete, mert benne lett számára, meg általa lett az Isten által ez az egész teremtés, az ádámi teremtés és a megváltása Krisztuson keresztül megy végben. Tehát ő ilyen, ilyen formában valóban kezdett, Így van, és a vége, mert ő már ő, Sőt, még a hitünknek is ő a, a szerzője és a bevégzője. Így van. Tehát ilyen formában, igen, ő. Az... Kezdet és Aha. vég, de ez nem jelenti azt, hogy ő az abszolút kezdet mindennek igaz, pontosan, értelemben. Pontosan, az abszolút kezdet, ahogy a mondja, ez 44-es fejezet egyébként, 6-os vers, nem 45, de én vagyok az első és az, én vagyok az utolsó és rajtam kívül nincsen Elohim vagy Isten. Ez pedig arra vonatkozik, hogy az abszolút első és az abszolút utolsó, az pedig az atya. Úgyhogy még így sem... Szóval az írás olyan, mintha egyértelmű lenne. Talán, talán az a probléma, hogy mikor azt mondja, hogy ha nem úgy jöttök, mint kisgyermekek, vagy legalábbis valahogy így fogalmaz, akkor hogy nem örökölhetik, csak ilyeneké a mennyeknek az ország, amikor a kisgyerekekről beszél. És ez az, amit elfelejtenek a, a keresztények, mert a többsége vagy beleszületik, vagy belesétál ebbe a kereszténységbe. És nem úgy közelít az írásokhoz, ahogy kellene, hogy egy ilyen, egy ilyen gyermeki szívvel. Hogy, úgy, hogy jó, mi van leírva, nézzük meg, hogy mi az, ami le van írva, és, és, próbáljuk meg értelmezni úgy, ahogyan azt értelmezni egy, egy kisgyerek. És akkor nem jutnának el ilyen szent háromságig, meg, meg hiperkegyelemig, meg ezek, ezek ezen dolgokig. Még annyit a szent lélekkel kapcsolatban hogy kérdezzek, hogy. Pillanat. Kelek. Jó. Szóval a lélekkel kapcsolatban annyit csak, hogy. Ja nem, akkor térjünk vissza a, a, a fiúra, mert akkor azt most már beszéljük meg. Szóval, no, azt mondod, hogy a fiú az nem öröktől fogva való. Amivel hát, én egyetértek. Igen, de mit nevezünk öröknek? Úgyhogy, mint örök... az atya. Igen, tehát azért említettem, hogy kétféle örökké valóság van, mert van egy örökké valóság, ami, 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 egy állapot, amiben csak az atya létezett, mielőtt bármit teremtett volna. És az, az végül is olyan örökké valóság, ami egy állapot, mert akkor még nem is volt idő. Az idő akkor jött létre, amikor az első teremtett lények, ezek szellemi lények, angyalokról beszélek, létre lettek hozva, mert az egymáshoz való viszonyhoz, relációhoz, ahhoz kell idő, ugyanis az már folyamatot követel. Plusz, plusz az már egy viszonyítási pont volt az örökké valóságban. Igen, pontosan. Szóval már onnantól kezdve én... beszélhetünk arról, hogy a, a, a mi előtt voltak angyalok, vagy Jahusa mi igen, meg után voltak. Pontosan, pontosan. Na most, ha az Isten teremtésének kezdetéről beszélünk, akkor. Hát részünkről kimondom, ő, Jahosulát az atya alkotta meg, mint egy szellemi lényt. Tehát Isten fiaként, mert hát az, Isten angyalait Isten fiainak nevezi az írás. Na most ez szentség káromlás egy háromság hívés számára. Persze. De az igazság az, hogy például az, a, a Biblia azt mondja, hogy egyedül az atya halhatatlan. Ez János. A halhatatlanság ebben az esetben, egyébként a görögül Atanázia, ami háromszor fordul elő az a szentírásban, és az abszolút halhatatlanság állapotára utal, tehát egy olyan állapotra, ahol a halált nem lehet megtapasztalni. Na most Joshua meghalt. Igen. Kiüresítette magát, majd emberként eljött és meghalt. Erre a háromság azt mondják, hogy nem halt meg, mert volt neki egy isteni lénye, ami tovább élt. De hogyha az isteni lénye tovább élt, akkor az nem halált, tehát nem fizetett volna meg a, a mi bűneinkért halállal. Ha viszont halandó, tehát meg képes volt meghalni, akkor ő nem bírja az atanázia állapotát. Tehát ő nem volt végtelenségig a visszamenőleg az időben létező lény, hanem egy teremtett lény, aki ráadásul képes volt meghalni, hogy aztán örök életre feltámassza az Isten, amiből aztán már nem lesz halála, örökké fog élni az előttünk levi örökké valóságban. De érted a különbséget? Még egyszer, csak annyit. Igen, igen, nagyjából értem. Ez, ez, is egy kérdés volt, amit fel akartam tenni. Jól értem, hogy, hogy, a fiú az, mikor itt volt a földön, és a, a testbe született, akkor ő utána egy fejlődésen ment keresztül. Ebben egyet értünk. A Szentírás azt mondja, hogy a szenvedések által lett tökéletes. A tökéletesség tétel természetesen választod a kérdésre. Ugye, akkor, akkor csak úgy van, ahogy, ahogy én gondolom. Most ezt nem tudom pontosan, hogy fejezetten hol van, de azt hiszem, hogy a héberekhez ír valahol valahol erről, hogy, hogy tökéletességre jutott, majd meg fogom Igen. keresni. Igen, szenvedések által jutott tökéletességre. Ami azt jelenti, hogy ő egy olyan lény volt, aki engedelmes volt Istennek, de úgy, mint ahogy az Isten angyali engedelmesek. De ők az Isten angyalai nem tökéletesek. Yeah. Még az angyali, angyalaiban is talál kivetni valót, írja azt hiszem a Zsoltárok. Igen, Miért? Igen. Mert egyedül Isten tökéletes, és azt a tökéletességet ő megoszza a Szent Szellem által, amikor valaki újjá születik. Na most, amikor Krisztus bemerítkezett, és a Szent Szellem rászállt, akkor valósult meg az a profécia, ami a Zsoltárokban is elhangzott, hogy fiam vagy te, ma szültelek téged. Miért? Mert az Isten Szellemet teljeségében akkor betöltötte, és azáltal lett Isten fia szellemben és hatalomban, és azáltal lett tökéletesség Azáltal ért el a tökéletességet, és nyert el azt az örök életet, amit elnyernek majd az üdvözülők is. Akkor akkor úgy van ez, hogy egy, egy spirituális lény volt az ő szava, amit, Igen. Az, amit az én Na el... Most az Isten... Bocsánat, hogy közbeszólok, mert ez nagyon fontos. Az Isten, isten angyalai engedelmesek de nem tökéletesek, mert ők nem természetüknél fogva bírják a tökéletességet, hanem ők engedelmesen követik Istent, és az egy más szintű, más szintű hát lét, mint sem a tökéletes lét. Ezért van az, hogy az emberek, akik később lettek teremtve, tehát aki először jön, az utolsó lesz, az utolsó lesz, aki először, tehát az angyalok előbb lettek teremtve, de az emberek hamarabb üdvözülnek, mint az angyalok. Mert az, az emberek lesznek előbb tökéletessé téve. És aztán az angyalok is tökéletessé lesznek téve Isten fiai, úgy, ahogy az összes üdvözülendő lény tökéletessé lesz téve. De a tökéletesség az az atyától jön. Fiatból ő megteremtette őket, és egy harmadik fel is lázadt. Tehát ez is mutatja, hogy ők nem lehetnek tökéletesek, mert egy harmadik fel Én. is lázadt. persze, abban, abban egyetértünk, hogy, Elohimnek vannak spirituális és fizikális gyermekei, a spirituális nyilván, akik mi úgy ismerünk, hogy az angyalok, míg a, a fizikális az pedig, ugye mi vagyunk az emberek. És ez Héberekhez 5 fejezet 8 9, ám bár a fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség jelet, lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. És én ebből azt a következtetést mondtam le, hogy most azon lehetne még tovább haladni, hogy a terem, nem teremthette a fiút, mert ugye minden általa lett, ami lett. Tehát kell, hogy legyen valamilyen generálása a fiúnak, ami más, mint a teremtés. És én azt hiszem, hogy ez a különbség a fiú és az összes többi spirituális lény között maga az a folyamat, ahogyan ő lett. Ugyanis minden más úgy lett, hogy és szólt Elohim és lett. Nem így szólt, hogy legyen világosság, legyen ez, legyen az. Ezért lehet a, az eszköze, a fiú, az ő szava, ami által teremti a világot. De még akkor, mikor csak az atya létezett, akkor még nem létezett a fiú, tehát nem teremthette ugyanazzal a módszerrel. Mivel még nem itt, volt. Itt, itt, itt a probléma abban van, hogy sokan az eredeti teremtést összekeverik az Ádámi teremtéssel. Hát eh, tudod, mi hiszünk a, az a gap? Igen, a, a gap, gap elméletében. Tehát lehet. Az a teremtés, ami az Ádámi teremtés, az 6000 évvel ezelőtt történt, és, és az, ami Krisztushoz kötheti. Na most. Az eredeti teremtés, amikor létrejött az univerzum és az egész fizikai világ, akkor az angyalok tapsikoltak, ahogy a Jób is írja, hogy örömmel felkiáltottak és tapsoltak látványán a fizikai univerzumnak, és ott az atyára utal a teremtés. És a zsoltárokban is az atyára utal az, a, az eredeti teremtés. Mert itt nagyon óvatosnak kell lenni, hogy ne keverjük össze az eredeti teremtést a 6000 éves Ádámi teremtés. Szóval az, azt, mondod, hogy volt egy időszak, amikor az atya megteremtette a, egy, egy, másik teremtmény csoportot, de nem a fiú által. Nem, én azt mondom, hogy amikor az út univerzum létrejött, az, az, eredeti teremtés az az atya által lett rétvehozva. Na most azt tudjuk, hogy ez káoszba fulladt, és a 6000 ével durván 6000 évvel ezelőtt újra lett teremtve, újra lett formálva, és az, az, az a teremtés és az újraformálása már viszont a, a köthető. De egyébként nem kizárólag csak hozzá, mert ott az Elohim, ott, ott a kiterjedtebb angyali rendre utal, tehát az angyaloknak is volt szerepe a teremtésben és a teremtés fenntartásában, tehát a 6000 éves teremtésről beszélek. Tehát már kész volt az univerzum, káoszba fulladt, azt a káoszból Isten a Krisztus által hely, helyreállította ezt a földet, élhetővé tette Ádám számára, és onnantól kezdve már az a lény, aki később eljön Krisztusként, az az aktív eh, Elohimja olyan értelemben ennek a földnek, hogy a, az Atya a számára, ezt a diszpenzációt, tehát a 6000 éves korszak. De, de akkor is ezek szerint, ez szerint, az elmélet szerint, akkor is a... akkor már léteztek más teremtmények, mikor a fiú még nem létezett. A fiú, amikor a teremtés létrehozva az angyali teremtés, akkor arról lehet beszélni esetleg, hogy ez a teremtés is, tudod, nem, mert az angyaloknak is van kategóriái, hogy vagy egyszerre lett minden angyali lény megteremtve, szellemi lény megteremtve, vagy pedig kategóriákként, de ettől függetlenül a fiú is ekkor jött létre ebben a, ebben a szellemi, teremtésnek a szellemi teremtésnek a folyamatában. Lehet, hogy a legelső volt, de én, én személy szerint azt vallom, hogy ő és az, aki Lucifer lett, egy kategóriát képeznek, és egyszerre lettek létrehozva. Akkor ez majdnem, majdnem az a fajta elgondolás, amit a mormon egyházval, hogy lényegében Lucifer és Jahusa vagy Jahosua azok egyfajta idézőjelbe vett testvérek, hiszen. Igen. Egy. egy Nézd. Időben... A Szentírás két felkentről beszél két hajnalcsillagról beszél. Aha. Két Isten fiáról beszél, akik, 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 egy kategória, de ellentétes oldalon. Mert csak két szemét nevez meg hajnalcsillagként a Szentírás, Sátánt és, és Jahosuát. Igen. Ilyeztem. És egyébként, hogy aki, aki ezzel kapcsolatban akar információt, a két kerúb című írásban nagyon alapos részletességgel ki van ez fejtve. Ez, Nagyon alapos Ez a, honlapon, a honlapon? Igen, van? a honlapon található a, a két oltalmazó kerub. És melyik fül alatt, vagy melyik alatt, mert van egy csomó. Az még ott van a, a nyitó oldalon, Jajátom. mert ott az újírások között meg lehet találni az újírásokat, ott, ott a hamarabb elérhető. Ha látom a két oltalmazó kerub, a felken, Elke, meg kell, hogy valljam, hogy ezt a, ezt az elméletet én nem láttam itt, ismerem így a magát, csak ezt a gondol, az elgondolást a mormon egyházzal kapcsolatban. Én, ne, én, nem így megmondom, gondolom. Őszintén én nem ismerem az mormon álláspontot. Nincs pontot. gond, nincs azt gond. Tudom, hogy náluk van egy hasonló, de megmondom őszintén, hogy én nem ismerem részletesen. Nem, 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 nem azt amit, amit, abban az írásban találsz, az, az Church anyag. Tehát, tehát nem tudom, mennyiben hasonlít, nem, mennyiben nem, nem. Tél el a mormon Annyit csak, csak, azt akartam kihozni belőle, hogy én annak kapcsán hallottam pusztán ezt a, az elgondolást, hogy Jahusa és Lucifer azok technikailag, vagy elméletileg testvérek. Én úgy gondolom, és szerintem az írás talán tisztában fogalmaz ez ügyben, hogy volt egy időszak, amikor a fiú nem létezett. Ez, ez egyértelmű, hisz a fiú azt jelenti, hogy, hogy nem létezett. Sőt, aztán a kolosséi levél az, amit talán ezt az egészet Szentháromság ügyben helyre rakja, hogy minden teremtménynek előtte Előtte született, még akkor is, hogy Na jó, ez... de a született, figyelj! Ez pro... itt, van a, egy... itt, van, itt van a lényeg. Ha? Ő eredetileg teremtve lett, és emberként, ként született Istentől a Szent Szellem által. Hát csak, csak nem így fogalmaz, barátnak. hanem azt mondja, hogy minden teremtménynek előtte született. Szóval hozzáteszi azt, Pál vagy Saul hogy minden teremtménynek előtte született. mert ő az első, aki Istentől született. Teremtmények milliárdjai léteztek akkor már, amikor ő Istentől született. Ne, ezért mondom, hogy ne tévesszük azt össze, amikor ő létre lett hozva és meg lett teremtve, azzal, hogy amikor ő Istentől született. Mindenki alapfeltételezi azt, hogy amikor Jézus születéséről beszélünk, hogy Istentől született, ő a teremtés előtt született. Ő akkor született, amikor eljött Jahasoként, bemerítkezett és rászállt a Szent Szellem, akkor született Istentől. Akkor ak 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 várja, akkor most már, akkor még inkább vissza kell mennünk. Sz szóval előtte nem is létezett, mint fiú? Ő létezett, mint teremtett lény. Mint spirituális ez úgy van, Ugyanúgy, mint, mint igen, ősz, egy, ő egyik a volt a spirituális lényeknek a mennyekben. És, hát, olvastad a zenok könyvét, ott van benne, amikor megkérdezi, hogy ki ez a lény, ki ez a különleges lény, aki ott van az angyalok mellett, és úgy néz ki, mint az angyalok, olyan, mint az angyalok, és a válasz, ő a választott, aki ben hát ezt most pontosan fogom idézni, csak hogy ő választott, akiben majd beteljesül az igazságosság. Igen, igen. Ő a választott. Tehát egy választott volt valamire. Mi tudjuk már, hogy mire? Arra, hogy eljöjjön jasóaként, megváltja az emberiséget, és elvigyen bennünket az atyához. Azon az életmódon keresztül, amit ő levezett számunkra, plusz a Szent Szellem erejében. Akkor... Tehát ő csak egy létező angyali lény volt, hogy nagyon egyszerűen fejezem ki, és amikor eljött Jasóként, Istentől született a bemerítkézés, bemerítkézés, akkor, mert akkor mondta neki Isten azt, hogy ma szültelek téged. Tehát az a ma, hogy ma szültelek téged, az elképesztően fontos, dolog, mert a ma az egy adott időpontot jelent. Mindenki egy adott időpontban születik, és annak a Krisztus születésének az időpontja arra a napra lett bibliailag meghatározva. Na most te mondhatod, hogy ő született az idők előtt, de az hogy fogod bebizonyítani? bizonyítékok -ok alapján a Bibliából. Mert az Úgy. egyetlen idézet, amit fel tudsz használni arra, hogy szülelek, az arra a bizonyos alkalomra bátkozik, amikor feljött a vízből, rászállt a szent Szellem, és a, a hang azt mondja, hogy szültelek téged. Nem egészen. Ugye az egyik. Na, tudom, ez, a, a, az ki egy... ez egyébként ki lett véve a, a Bibliából is úgy van, hogy e, itt a fiam, akiben gyönyörködök, de az eredeti verzióban és egyébként sok korai kéziratban az szerepel, hogy ma szültelek téged. A, egyébként erről az, is van írás. Az a, az a vers. Nyilván értem, ami, ami, de már akkor is ugye 30 éves volt, szóval nem, az, nem akkor született aznap, az csak egy spirituális kezdete volt annak a, az egész szolgálatnak, amit ő végzett, szóval már, el, már előtte 30 évvel megszületett. Úgyhogy ne, nem Igen, arra emberként nem, megszületett, de nem az emberi születésére vonatkozik, hogy egy, ma téged, egy, egy, értem, 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 hanem arra az Istentől való születettségre, amit mi is pontosan akkor kapunk meg, amikor bemerítkezünk, és ránk száll a Szent Szellem, és akkortól kezdve számítatunk Isten fiainak. Igen. Akkor et... számítatva vagyunk, Istentől született hívők. Értem? Addig a pontig csak ó, vallásos emberek lehetünk, akár, akár még törvénykövető emberek is, de akkor kapjuk meg azt a szellemet, ami már a tökéletesség felé vezet bennünket, és a teljes Isten fiúság felé. A helyzet viszont az, hogy vele kapcsolatban a Kolossé levélben azt írja Pál, hogy aki képe a láthatatlan Istennek. Szóval az egyik dolog az vele kapcsolatban, hogy ezt nem mondja másra, ezt nem mondja semmi más teremtményre. Egy pillanat, pillan, mindjárt, egy pillanat. Szóval ezt nem mondja egyik teremtményre sem, sőt, a héberekhez írt levél azt mondja, hogy annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt. Tehát nem hát is... Igen. Mi, mindjárt egy pillanat, de, csak aj, aj, nekem egy, egy percet is, befejezem. Szóval azt mondja, hogy, hogy annyival kiválóbb nevet, szóval kiválóbb volt, mint az angyalok, tehát nem is ugyanaz a kast, de a másik az, hogy... Folytatja tovább a Kolosséi Levél az első fejezet, és azt mondja, hogy minden teremtménynek előtte született, és ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön. Minden ő általa és ő ránézve teremtetett. Szóval, ha Lucifer ez a karakter is a mennyekben és, a és vagy a földön található, az azt jelenti, hogy ő is benne és általa kellett, hogy teremtődjön. Ezt írja az írás. Na most ez, ért, érthető? Én ezért gondolta, gondolom azt, meg, meg mondom azt, amit mondok, hogy ő nem, egyrészt nem ugyanaz a kategória, hisz ő született még az összes többi teremtetet, ami két különböző létformára utal, meg, meg szerintem természetre is mellesleg, meg lényegre, hogyha már itt tartunk, mint, ez megkülönbözteti a kettőt, de, de a lényeg az, hogy minden ő általa teremtetett, az azt jelenti, hogy Lucifer is általa kellett, hogy teremtődjön, hisz ő a mindenbe beletartott. Ez viszont ellentmond annak, hogy akkor ők az Isten fiai, akkor ők a fiai lennének. Nem. Az angyalok, tehát tehát... nem. Hisz mi is azok vagyunk, de mi, mi is már általa teremtettünk. És mégis minket is az ő fiainak mond, ugyanúgy az angyalokat is. Ez nem probléma. De csak azt akarom, hogy mi a... Szóval hogyan értelmezett te akkor ezt a... Ezeket És nem, azt akarom kihozni belőle, hogy na tessék, ezt nem tudod. Csak mi... erről, van egy nagyon hosszú írás, egy 30 oldalas írás, pont erről a, ezzel a verssel kapcsolatban. Hát ha, röviden összefoglalod, röviden összefoglalod, akkor meg. Hát, oké, hát a abban már részletesen le van vezetve, tehát ez egy nagyon komplex, Aha. nagyon komplex magyarázatot igénylő dolog. Nem gond. A... Vissza szeretnék kérni például a, a Heber Héber levére, amikor azt mondja, hogy társai fölött lett fölkenve, társai közül lett felkenve. Ez az első fejezet? Az öröm olajával. Tehát kik az ő társai? A társai csak is azok, akik, akik az angyali világban léteznek. Ő azok közül lett, föl, fölkenve az öröm olajával. Érdekes amúgy, mert azt mondja a, a Héber levél az első fejezet, hogy ám de a fiúról, így szól, a te királyi széked, ó, Isten vagy Elohim örökkön örökké, igazságnak páncája, a te országodnak páncája. És én úgy gondolom, hogy definiálunk kell nyilván azt, hogy mi az Isten, mert azt nem mondhatjuk, hogy ő egyenlő az atyával, tehát nem úgy értelmezi ő, hogy Isten, hogy a Szent Háromság egy része, hanem úgy értelmezi, hogy Isten, mint amit jelent a szó, hogy hatalmas Isten, örököse az atyának. Szóval csak az az érdekes, hogy úgy szólítja, hogy Isten. Érted? És meg, meg, közben a koloséi levél összehozza a teremtése, hogy minden által a teremtetet. Én ebből vontam le azt a következtetés, hogy ezek nem olyan, nem ugyanaz a kategória, mint, mint az atya. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. És szembe kell nézni azzal a tényen, hogy valakik a társai voltak. Na most a hármiság kívülők azt a butaságot mondják, hogy hát a társai az atya is a Szent Szellem volt a háromságon belül. Ami persze ilyen kontextusban ostobaság, mert az azt jelenti, hogy Isten háromságon belül golyózta ki azt, hogy ki legyen a fiú, aki lemegy a földre, meg ki lesz, hogy az, 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 az kicsit illogikátlan számra. Lesz. De a másik opció pedig csak is az, hogy a szellemi teremtrend az, melynek tagjaként ki lett választva. Egyébként az emberk is, hogy visszautaljak rá, következetesen választottnak nevezik. Mert választani nem lehet úgy, hogy te vagy az egyetlen az önmagad kategóriájában. Választani csak azok közül lehet, akik egy kategóriába tartoznak, és az egy kategóriába tartozók közül egy van választva. Az egy kiválasztás lenne, én nem feltétlen értelmezném úgy, akárcsak a, akár csak a kiválasztás sem, hogy az szükségszerűen magával vonja azt, hogy legyen abban a csoportban számos hozzá hasonló, ki lehet választani valakit úgy, ahogy az én elgondolásom szerint kiválasztotta, úgy, hogy Vegyük idézőjel be ezt a szülte, mert ugye Tiktó a szó, amit használ, ami a, a tiktó, a Tiktó meg azt jelenti, hogy szül, szó szerint, míg semmi másra és senki másra nem használja ezt a kifejezést. És a, amit mondasz, az, hogy felkent, az pont ez a sor egyébként, hogy a, a, a fiúról azt mondja, hogy a te királyi széked ó Isten örökkön örökké. És aztán úgy folytatja, hogy szeretted az igazságot, ez még mindig a fiúról, akit Istennek nevez, és gyűlölted a hamiságot. Annak okáért felkent téged, az Isten, a te Istened, ami demonstrálja azt a fajta hierarchiát, amiről te is beszéltél, hogy létezik egy mindenható Isten, ami mindenek felett van, és ennek van egy fia, akit szintén Istennek nevez, de nem olyan értelemben, mint ahogy, ahogy az egy igaz, mindenható élő Isten. És lehet több Isten címmel létező, úgy, hogy nem több Isten hitről beszélünk, hisz egy legmagasabb rangú Isten van, és a fiút, mint az ő örökösét, még szintén Istennek híve, és aztán. De, de de megkülönbözteti az atyától, hisz azt mondja, hogy az a te Istened, magyarán az fölötted áll, szóval te, a fiú, nem lehetsz a legmagasabb Isten. De utána úgy folytatja, hogy felkent téged az Isten örömnek olajával a te társaid felett. Te, uram, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek munkája az egek, és ezt a fiúról mondja. Szóval mindent a, a fiú által teremtett az atya, és a Kolosé levél erről beszél, aztán később, hogy minden benne és általa is neki teremtetett. És én ebbe a mindenbe beleveszem a az összes angyalt, ami szerintem alacsonyabb rangú, mint ő a Héberekhez első fejezet alapján. De mindegy, ezt csak azt szoktam kihozni, hogy én így látom. Erről visszatérhetünk, am, amit, amire megkérnélek, hogy olvasd el a című írásot, van első, másik része abban erről a témában, amit el lehet érni anyagokra támaszkodva, van egy tehát két hosszú írás, és minden egyes aspektusát ennek a dolognak, amit te is megemlítettél, beleértve a kolosszalát is, ki van tárgyalva bőségesen. Szóval ott az álláspont... Világos. Mm, mert nincs, csak más nincs, az, hogy nincs, jak, nincs gond, ki vannak gyűjtve az részek, mint sem most beszélgetve... Persze. Ahol... Értem, értem. Csak el akartam magyarázni az én oldalamat, hogy hogy látom én. É, én én, én, én megértem azt, amit mondasz, meg én el, el is fogadom. Nem muszáj nekünk mindenben egyetérteni, akkor ettől függetlenül, mint itt már rá akkor a Szentlélekre, mert azt említetted, hogy, hogy a Szentléleket is generálta az Atya, és ezáltal tartja a kapcsolatot a teremtéssel, ami, amiben én egyetértek, hogy a, a, a Szentlélek ezért is talán szerencsésebb a eredeti szavakat használni, mert akkor nincs benne az, amit a magyar nyelv tesz vele, hogy szent lélek, hanem mondjuk ruach, akkor egyszerűbb, hogy egy ruachnak hívjuk, mint ahogy minden más a ruach, vagy lélek, egy ilyen spirituális, láthatatlan, mint a szél forma dolog, ami erő tulajdonképpen, ez is csak egy a sok közül, és nem egy személy. Szóval jól értem, hogy a Church of God is azt állítja, hogy ez nem egy személy. Nem egy személy, itt több, egy olyan szellem, aminek van hét al aspektusa, az Isten hét szelleme, a Szent Szellem tulajdonképpen az Isten hét szellemének a kompozíciója, illetve a Szent Szellemnek van hét al szellemisége, ahogy így beszéljünk, ezért van az, hogy amikor a olvassuk Krisztus bemutatását a trontrendben, amikor már királyi sziken ül, tehát ő nem került addig a királyi amikben végeztet a tökéletesedést, csak egy kicsit visszareflektálva erre. Na, a, trónusról folyik ki a hét lámpás, ami az Isten hét szelleme, és az észai 11-ben van azt hiszem a sorolva a hét szellem konkrétan, igen. tehát a bölcsesség szelleme. És az a... A... igen, a... itt bölcsességnek, értelemnek, tanásnak, hatalomnak, a Jahua ismeretének és félelmének a lelke. Igen, Leg, ez mind meg a szent szellemnek az aspektusai. Tehát az, az, az Isten igen. félelme, az a szent szellemtől jön, de itt specifikusan meg van nevezve egy olyan szellem, ami, ami mint hogyha különálló szellem lenne, de nem különálló, hanem annak az egy szent szellemnek az aspektusa. most látod ezeket az összes funkcióját a szent szellemnek, az mind olyan dolog, ami egyféle reációt érzékeltet. Tehát szükségszerűséget. Tehát Istennek nem volt szüksége bölcsességre, ő alkotta a bölcsességet. Istennek nem volt szüksége Isten félelemre, ő alkotta az a szent szellemet az istenfélelem szellemének aspektusába abból a célból, hogy majd a teremtett lények, ha megkapják azt, akkor legyen bennük istenfélelem. Érthető? Értem, értem. Talán csak annyi Nem, nem, ezzel egyet is értek, hogy az ézsaiás, hogy azok aspektusai lehetnek a a Szent Szellemnek persze, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy például beszélek 8-as fejezet, mikor ugye a bölcsességről beszél, minthogyha a bölcsesség az egy különálló ö, létezőként is funkcionálna, még akkor is a ruach formában, vagy lélek formában. De ott is az van, hogy az Isten első alkotása volt. Igen, a... igen, igen, igen. És akkor ugye felmerül a kérdés, hogy ez a lélek, vagy ez a, az a Szent Lélek, vagy a ruach, ez mikor mikor generálta az atya a te elképzelésed szerint. Hát, ezt mindenképpen, nézd, amikor Isten eltervezte, hogy kit, hát mielőtt létrejött az univerzum, és egyedül létezett a, a maga létvalóságában egyedül lényként bírt minden bölcsességet, hatalmat, hát végtelen tudást, stb. És elhatározta, hogy lesz egy teremtés, akkor nem jött a hasárlás, Erőd teremtette az univerzumot, és akkor most majd csak csinálunk vele valamit, hanem egy kidolgozott terv szerint hozta létre az egész mindenséget. Na most ennek a tervnek a része volt, hát az, az, hogy eleve a végcélja az, hogy létrejöjjön a teremtés által egy olyan lény, tehát Isten önmagát reprodukálja, így szoktuk kifejezni. Tehát a, a teremtés célja az, hogy Isten önmagát reprodukálja, és az isteni családba bevonjon a teremtett rend sokasságát. Legalábbis aki arra választott, vagy arra van elrendelve. Most bocsánat, és de nyilván az, hogy önmagát reprodukálja, azt nem úgy gondolod, hogy hogy egy, egy pontosan ugyanolyan létezőt létre tud hozni, mint ő maga. Hát épp ez az, hogy bennünk, meg kell valósítani önmagát a tökéletességét, és ehhez ki kellett neki dolgozni egy mechanizmust. És ennek a mechanizmusnak az a legfontosabb eleme a szent szellem, és neki ezért generálni kellett ezt a szent szellemet, amit direkt erre a célra generált. Mert nézd meg, mit mond a szent szellemről. Az, hogy engedelmességre. Istennek nem volt szüksége engedelmességre. Erőt ad. Istenben minden erő benne van. Betartják által az Isten parancsolatait. Isten természeténél fogja tart be. Nem parancsolatot, hanem tökéletességben nincs is parancsolat, mert a tökéletességben nincs törvényszegés sem. Tehát már maga ez a koncepció is, hogy be kell tartani valamit. Automatikusan a csinálja a lényegében. Igen, és, 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 és a Szent Szellem nélkül az ember képtelen lenne tökéletesen betartani, ugyanis bukás alá lett rendelve. Hiába a valóság alá van az emberiség rendelve, és szellem nélkül ők nem tudják betartani a parancsolatot. de most a lényeg az, hogy itt a funkciója, minden funkciója a Szent Szellemnek az, hogy az Isten bennünk végzett munkáját Végezze. Tehát hát az Isten munkáját bennük végezze. Tehát ennek nincs kell magában vége. munkát végezni, mert most itt arról van szó, hogy hogy a szellem az Istennek a szelleme volt mindörökké, vagy ő az generálta valamit célra. Igen, ez a kérdés, hogy és a generálta. Na most én, akkor én arra mikor? próbálok rámutatni, hogy minden funkciója a szellemnek arra utal, hogy az egy adott célból lett generálva, aminek a célja, amit már említettem korábban is, az, hogy az Isten összekössze a teremtésével. Uh -huh. Értem, értem. A gyümölcsei vannak, és hát... El kell gondolkoznom ezen, amit mondasz, bár én nem úgy gondolom, hogy generálta, én úgy gondolom, hogy a, ez a, a Ruach vagy a hát szent... Hát nehéz a kifejezésekkel, persze, kicsit zsongolózni kell, mert olyan koncepciókról beszélünk, amik, amit emberi emberi elmével eléggé felfoghatatlanok, hogy mikor létezik egy Isten, akinek nincs kezdete, minden hatalom az övé, minden tudás az övé, az ezek már, ezeknek nekünk a mi emberi elménkkel kell viszonyulni, hogy mit is jelent az. Tehát ez nem, nem de is. a szellem az, ami tudatja velünk az Isten titkait és az Isten dolgait, mert mi mutatja meg nekünk az Isten szellem az írás Ilágos. szerint az Isten dolgai. A, azzal, hogy generálta nem, nem is arra akartam kitérni, hogy most azon azok, hogy milyen kifejezés használjunk, hogy a keletkezésére pusztán arra, hogy mindegy, hogy ki, ki, hogy fogalmazza meg olyan szempontból, hogy nem öröktől fogva létező. Még én úgy gondolom, hogy öröktől fogva létező olyan értelemben, hogy ez egy alapvető eszenciája, az Atyának, és ez nyilván nem veszel semmit egyiknek a jelentőségéből sem. Aztán arra gondolok én, én úgy értelmeztem mindig is, hogy ez a, a Szent Szellem, vagy a Kodes Ruach, az, az egy, egy elválaszthatatlan része, vagy eleme annak, ami az Atya Elohim maga és Hogy, hogy képes-e teremteni ezáltal úgy tűnik, mintha jobb arról beszélne. Pontosan lehet, hogy nem fogom megtalálni, de azt hiszem a 32-es fejezet az, ahol arról ír, hogyha visszavonja a, a lelkét, vagy 33, egy pillanatot hajtsz nekem. Igen, igen azt végül mondja, minden összeomlana, tehát végül is semmi vélen. lenne. Azt mondja, hogy, hogy az Elohimnek ruachja teremtett engem, és a mindenhatónak a lehelete adott nekem életet. Még akkor is érdekes módon azt mondja, hogy a ruhák, és ez itt ruhák, még a lehelet az már ugye a sáma, de az a lényeg, hogy az Elohimnek a ruhája teremtett engem, miközben azt írja a Kolossé levél, és már nem akarok visszamenni a fiúhoz, de a Kolossé levél azt írja, hogy hogy a fiú által és a fiúnak teremtetett minden. Igen, ezért azt tisztázni kell, hogy mit jelent az a kolossza levél, azért ajánlottam azt az írást. Világos. De azzal kapcsolatban elképesztő félreértések vannak, és nagyon-nagyon sok, ezen kívül, amit most te is felhoztál, nagyon-nagyon sok további ellentmondást okoz. Az az értelmezés módja a kolossza levélnek. Mert látod, itt is van egy ellentmondás, és nem csak ez az egy van, hanem számtalan ilyen van és ezekkel mind külön foglalkozni kell, mert különben az írás ellentmondana önmagának. Ez, ez nem feltétlen ellentmondás, hisz részt vehet mind a kettő a teremtésben, az egyik nem zárja ki a másikat, hogy, hogy részt vesznek a teremtésben. Az egyik az ő szava, a másik pedig az ő ruachja. Tehát a kettő, egy, mint egy kooperációként részt vehet a teremtésben, mint ahogy szerintem részt is vesz, hisz úgy írja, hogy Elohim lelke lebegett a vizek fölött, jobb meg egyértelműsíti, hogy, hogy a ruachja az, ami teremtette, míg, míg Saul ugye beszél arról, hogy a fiú teremtette, és meg, meg a Hébereket szerzője és azt írta egyértelműen, hogy, hogy ó Isten, ő teremtette az eget földet, és ami, ami benne van. Szóval ez a kettő nem hiszem, hogy feltétlen azt jelenti, hogy találtunk egy ellentmondást, sokkal inkább az, hogy van egy olyan összefüggés a Ruach, illetve a fiú között, ami, ami még további időt igényel, hogy egyáltalán csak feldolgozzuk, vagy felfogjuk, hogy mi az, amit az írás mond. De akkor azt elképzelhetőnek tartod, hogyha nincs meg konkrétan, hogy a, a ruach vagy a szellem az, mikor keletkezett fogalmazunk, úgy, hogy már voltak lények előtte, és csak utána lett a, a szent szellem. Nem, épp ez, erre akartam felhívni a figyelmet, hogy mielőtt bármit létrehozott volna az atya, vagy bárkit, mert a lényekről beszélünk, szellemlényekről, Igen. az előtt ő kidolgozta a tervének a teljes me mechanizmusát. Ő tudja a kezdetet, a végtől, és ő determinált mindent a teremtésben, hogy milyen törvényszerűségeken fog minden működni ilyen törvényszerűségek által. És mi ezért mondjuk az, hogy először is levetette a memrát, az isteni akaratot. Az isteni akaratban benne volt minden, ami valaha létre fog jönni és meg fog történni. Aztán az ehhez funkcionáló szent szellemet, majd aztán miután ezek megvoltak, a teljes isteni akarat, levetve minden elejétől a végéig, a az eszköz, ami által meg fogja valósítani, utána magát a teremtést hozta létre. A szellemi teremtéssel kezdve, tehát a szellemi fiakkal. Szóval well, először volt ez a memra. Ez jó, gondolom, hogy ez a memra egy ilyen uh, targum Elgondolás. A, attól függetlenül. Hát a, a memra az a Bibliában a. Ó, nem a nem levetet nem. Hát, uh, A levetett. a Nézd, hogyha a szó, fordítását, szó szóval, szerint fordítását akarnánk, akkor az ez inkább ilyen levetett akarat, kinyilatkozása a levetett akaratnak, mert ő az kinyilatkozta, így, így, mi a kinyilatkozást is Memrának nevezik. A Memma az egy, az egy az isteni, a levetett isteni akarat, amit ő determinált önmagában, hogy minden, ami a létben meg fog történni, az magában foglalja a member, Tehát az ő eredeti terve. Azt hiszem, hogy értem. A mennyi táblák, hogyha úgy tar, ha, ha úgy tetszik, a mennyi táblák, ami. Val ez egy benne van a teremtés. Eleve el, előre kidolgozása terv, mindannak, igen. ami lesz. Igen, még igen, is igen, igen. És az a levetett terv, és ami le van vetve, az megváltoztathatatlanul úgy fog végbe menni. És az akkor... isteni akarat szerint. Szóval megvan... Tehát ami le van vetve, tehát ő amikor levetette ezt, itt a lényeg azon van végül is, hogy mielőtt létrehozta a teremtést, már le volt vetve a teremtés rendje. Ki volt ez, tervezve ez úgymond. És, és akkor, mert ez megütötte. Majd létrehozta a Szent Szelemet, mint ami által véghez viszi, majd aztán magukat a teremtett rendnek a lényeid. És akkor egy ponton később utána a fiút. Mint az ennek az angyali seregnek egy, egy elemét vagy egy tagja. hát hát a, a, a fiú az angyali rendel, amikor a szellemi lények meg lettek teremtve, akkor lett megteremtve ő is. és akkor a létrehozva létrehozva és uh, volt egy egy, egy, egy létkezdete. itt azon van a lényeg, mert tudod az emberek elkezdenek majd ú, hogy hogy angyalnak nevezed, hogy hogy így meg úgy. Volt a létének egy kezdete. Amikor a, ő létrejött, akkor jött léte, amikor a többi szentény is létrejött. Na most lehet, hogy mert tudod, az, angyaloknak vannak kategóriájuk, lehet, hogy Isten kezdte a legmagasabb renddel, aztán a, a ment lejjebb a rendekkel, mert megszámolta az angyali rend. Akkor hogy lesz, hogy lesz a fiú és Lucifer Testvérek, most tudom, hogy visszakanyarodtunk ide, csak érdekel, hogy vala, ezt úgy érted, hát hogy... Pontosan úgy, hogy az angyaloknak van rendjük. És akkor ők... Csak azt, hogy értsen meg, hogy ez a kettő, ez, ez az angyali rendekben valamiféle különleges dolog, vagy csak hát kettő a sok közül? Mert, mert ők a két oltalmazó kerub. Most az írásban ezt, ezt részletesebben kifettem be, így gyorsan elmondom a lényegét. Amikor most a mennyei trónteremben vagyunk, tehát a jelenések ad erről leírást, akkor ott van az atya és a fiú a trónon, és körülöttük négy élő állat, ami négy hatalmas kerubot jelképez. Igen, a négy. leghatalmasabb angyali rendet. Tehát ők közvetlenül az Isten trónja, trónja körül vannak. És aztán jönnek a rendek azoktól küljebb és küljebb, és külsőbb körökben. Jönnek az angyali rendek. De ez a négy a legközelebbi Istenhez. Na most tudjuk, hogy a fiú nem ült mindig a trónon, a fiú a trónra került. Igen. tudjuk, hogy Láz nem volt mindig lázadó, volt, amikor az Isten trónjának a közvetlen közelébe volt, mint oltalmazó kerül. Vagyis, mielőtt ez a rend kialakult, amit most látunk a mennyben, volt egy eredeti mennyei rend a sátán lázadása előtt, amikor volt a legbelsőbb kör az Isten trónja, akkor még Isten egyedül ült a trónon, és a két oltalmazó kerüb át mellette, és a két oltalmazó kerüb funkciója megtűnt, megszűnt, mert az egyik az lázadóvá vált, sátánnál, a másik pedig elrendeltetett arra, hogy a sátán által tökretett virágot helyrehozza, és ha azt megteszi, akkor Isten a trónja mellé ülteti. Úgy, úgy kell elképzelni. És ezért nincs, ezért nincs továbbá már a ez a két funkció, a legközelebbi további funkció már a négy arkangyal, ami egyébként a jelen, a, a Zénok könyvében is be van mutatva, hogy ott van a négy főangyal, és ott van mellettük ez a különleges lény, aki el van rendeltetve ha de senki sem tudja, hogy mi lesz belőle az ember. De fiam, akkor, akkor ha nevezetve. van ez a négy főangyal, és ő még ott van mellettük, akkor ő nem része a négynek. Nem, nem része a négynek, ő csak ott van, mint egy, egy, egy különleges lény, aki meg van nevezve, és nem tudja senki, hogy miért van ott, mi. Mi a, mi a lényege neki, az ember fiának nevezik, és a kegyesség ül az arcán, hát egyértelműen Krisztusról van szó. És akkor ha, ha ő az előbb né, a négy élő állat közül, vagy élő lény közül volt egy, ugye? Nem, ő nem, ő különállt. Ő nem, épp, épp ez a lénye. De Lucifer igen? Nézd, ez Lucifer és az a lény, aki Krisztusként eljött, ők volt a két oltalmazó kerül, Ja, akkor ők ezen a négy élő állat fölött. Négyen van. belül voltak, a négyen, négyen belül. belül. De most már, mivel a mindkettőjük funkció egyiknek megszűnt, a másiknak megváltozott, ezért most már a lezelebbi a négy kerub viszont az egyik kerub már az isten trónján ül, mint befejezett teremtés, és aki aztán uralkodik a teremtett renden, hogy megszámlálhatatlan fiakat hozzon az Isten családjába. Hát ez már egy, te, az már ő a végtermék, hogy így mondjam. Akkor a végtermék. Most is van a négy élőlény, csak ő, ő, igen. ő volt egy régen azok közül, de most, most már... Nem, ő, ő... nem, négy, négy része volt, ő a két kerub része volt. Ja igen, bocsánat, a két kerül része. Volt, a két minden... kerub volt közvetlen kapcsolatban a trón mellett, egy, egy külső réteget képzett négy angyal. Értem, jó. Most viszont, Kriszt már a trónon ül, a négy angyal viszont kézi a legközelebbi kört, mert ó, nyilvánvaló okoknál fogva a két kerub funkciója megszűnik. De a két kerub azért volt a Frigládán, és azért kapott további szerepet, mint szimbólum, mert Jelképezik azt a dualitást, ami végbemegy az univerzumban, hogy van a gonoszság ereje, és van a, a megváltó ereje, és itt jön vissza megint Krisztus, hogy Krisztus az, aki elvégez minden munkát ezzel kapcsolatban, tehát ezért van ő annyira különlegesé téve. Meg hát megfele megfelelt, ő el volt rendelve arra, hogy megfeleljen ennek a pozíciónak, és akkor ez, hogy ő az oltalmazó kerub, ez, ez feltételezem, hogy ez a 28-as fejezet az egyik, ami alapján ez kijön, mert ugye ott ír egyértelműen, még akkor is, ha, ha Tírus királya az, aki. aki igen, igen, igen. De, 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 de ez a színzi, De ott valójában ott azt mondja, hogy. valójában nem Tírus királyáról ír, hanem egy oltalmazó igen. kerubról. Ott aki egyetemilyen és Ráadásul abban a, a személye részben bol. mondjuk az az egy elég nehéz szövegrész, mert többféle olvasatai és fordítási lehetőséget nyújt, de az, hogy bemutatja a sátánt, mint az oltalmazó kerubot, majd az egyik fordítás szerint úgy van, és levettettelek az oltalmazó kerub által, tehát a másik által. Tehát itt az van, hogy amikor a sátán elbukott, akkor végül is maradt egy oltalmazó kerub, aki aztán Őt, és is, akit mi úgy azonosítunk be, mint az a lény, aki végső soron megjelent jahosóként, és az Isten került közvetlen Isten mellé, Isten jobbján leült, és, és diadalmaskodni fog az ellenpóluson, ami pedig Csátáni éj, Csátán ennek a földnek a hajnal csillaga, és Krisztus lesz az, aki hajnal csillagként be fog ülni a trónra, amikor átveszi a hatalmas Sátántól, e a világ urától. A visszajövetelekor. Értem. Nagyjából értem a, az, az, egész eszmefuttatást, akkor akkor arra jutottunk, hogy a, ez a kettő, ez oltalmazó kerubként funkcionált, ami azt jelenti, hogy ők rangban ott voltak legfölül tulajdonképpen. Igen, Isten pontosan mellett. mert a legesleges -leges Isten jelenlétében voltak, közvetlen jelenlétében. Igen, igen, és akkor a, a. És akkor utána jött az a négy élőlény, vagy lelkes állat, hogy a Károli hívják. Igen, ezeket. és őket is tudjuk, hogy az az, az Mihály, uh, Gabriel, Rafael és. A negyedik Uriel, Uriel. Uriel vagy Penuel, de igen, igen. Szóval azok, akik, akik még az ő jelenlétében vannak, igen. De, de ez a kettő, ez különleges volt, és akkor az egyik elbukott, a másik pedig felemelkedett erre a megváltó, igen, meg, a meg királyi trón címre, és akkor ő az, aki most Igen. tulajdonképpen ezt a, ezt a funkciót betölti a, az, az atya mellett. Akkor És az ő trónjukból árad ki az Isten hét szelleme. Szóval igen, igen Ez, igen. a, ez a mennyei kép. Érdekes elgondolás, én nem gondolkodtam ezen még, még így, egyetlenül attól, hogy most mi az, amire jutottam, de, de érdekes értem, amiről szó van. Még akkor is, hogyha ehhez ugye azért ugye értelmezni kell bizonyos szakaszokat különböző módon, mint ahogy esetleg én, én, teszem azt, de, de nincs ezzel probléma. Ajánlom az írást, mert ott végig van az egész történet, végig van vezetve, tehát a, a trónteremtől egészen a, a, a Világos, értem, értem. De rendben. Egyébként, csak hogy a, még közben szúrjak, néhány ide vonatkozó dolgot, hogy a, ja. amikor például a bibliai esetekben is történt, hogy ikrek voltak, mint Jákob és Izsau, Igen. ott is az egyik az üdvözülteket jelöli, Izrael, míg másik, Edom, a, azokat, akiket Isten nem kedvel, gyűlöl meg, Igen, ott az valóban úgy van de persze Káin és Ábel történetén is így Igen. világos lehet, lehet találni, ilyesfajta analógiát is. Meg megmondom őszintén, még a kezdet-kezdetén tőlem sem állt távol ez az elgondolás egyébként, amiről most beszélsz. Persze jelen pillanatban már, már azért én igen távol vagyok ettől, de mindenki átgondolja majd, hogy mi az, amit, amit ezzel kapcsolatban amit ezzel kapcsolatban gondol. De most volt még most megtudtuk akkor nagyjából, hogy mi az Isten kép, mi, mi a szerepe, illetve a Szentlélek szerepe, a Church of God elgondolása szerint meg úgy, úgy megismertük a Church of Godot, ami azt hiszem, hogy, hogy nagyszerű azoknak, akiket ez érdekel, meg akik, akik hallottak már róla, de esetleg, esetleg nem ismerték. Van itt még néhány dolog, amit felírtunk, de szerintem már most belevágni abba, hogy a törvény hogyan jelenik meg, meg mi a jelentőség. Igen, az már hosszú de Ez már... egy, egy könnyebb, <laughs> könnyebb témára térve, és kicsit vissza az eredeti témához, hogy ez a szentségmozgalom. Tehát én nem tudom, hogy te hova vezeted a te felekezeti hátteredet pontosan, de azt tudom, hogy az a mozgalom, amit mi. Amerikában legalábbis úgy neveznek, hogy a Szent Név mozgalom, Igen. az is egy Church of God leágazás. Ismerem a, ezt a, hogy hívják mi is az angolul? Sacred Name. name. Igen. Ismerem. Tehát az is egy Church of God leágazás, és hát ennek a legitimációját is éppen az adta, de hát ez már a múlt században létrejött egyébként ez a mozgalom, és azóta számtalan kisebb almozgalom lőtt belőle, annak is az apropóját adotta, hogy hogy az ilyen szentségmozgalom csoportok, mint a Church of God, megfigyelték, hogy hát a, szent, tehát a szent háromságos kereszténység, vagy névleges kereszténység, az mennyire visszai Jézus nevével, meg Isten nevével, és az az mennyire nem egy bibliai kép, és akkoriban... Alakult ki az a koncepció, hogy hát ők meg akarják különböztetni, hogy mi nem abban a Jézusban hiszünk, hanem abban, ami a bibliai Jahosuában és a bibliai yahweh mert akkor még az volt a, a általukvéd korrekt fordítás, amire aztán később bebizonyosodott, hogy az, az nem egy korrekt névforma már, mint a Jahwe, de létrejött például az, a Yahweh Assembly, a Javlet akik fókuszoltak a nevek és a Héber nevek használatára, és akkoriban ez adta az apropóját, hogy ők el akartak, meg akarták magukat különböztetni a fősodratú kereszténységtől ezáltal. És akkor volt ennek teljes jogalapja, mert így tényleg ö, adott egy bibliai, bibliai hát ízt, ezeknek a szentségmozgalmaknak, és, és jól is ment eddig, amíg aztán elkezdtek önmaguk között veszekedni, hogy most melyik... melyik <laughs> ez, ez elkerülhetetlen ez a dolog, ez, igen, ez hogy, mindenhol ó, hát, így lesz. Igen, és minden... akkor jöttek a névformák, a Jasú a Nézd, én azt mondom, hogy az egyértelmű, hogy a név az az írásokban sokkal fontosabb funkciót tölt be, mint manapság, mert manapság van Szabó Istvánból, mit tudom én, 25 ezer az országba. Nyilván akkor is volt J Józsuéből vagy Jausából néhány ezer, és akkor megkülönböztetik így vagy úgy, de a Héber nevek egyáltalán nem úgy, most azok kedvére, akik ezzel nincsenek tisztában, a Héber nevek egyáltalán nem úgy működnek, mint ahogyan a magyar nevek. A magyar neveknek is van jelentése, mint például István, az oszorút jelent, szóval Stefanoszból származik. Minden névnek van jelentése, és nem véletlen az, hogy a, az írásokban az ő neve, ez a tetragrammaton, amit ugye a görögben használunk, az a szó, a tetragrammaton oly sokszor előfordul. Szóval ő nyomatékosítani szerette volna, hogy ez az ő neve, ráadásul számos esetben fel is hívja a figyelmünket arra, hogy ez az, amit segítségül kell hívnunk, például a római levél. Tízes fejezetben ír Saul erről, de apostol cselekedett egy második fejezet is, hogy segítségű kell hívnunk az ő nevét. És a másik az, amit említettél, azzal is egyetértek, hogy ez megkülönbözteti, meg én erre is utaltam korábban, ez megkülönböztet minket a kereszténységtől, és egyértelműsíti azt, hogy a Jézus, Isten, meg a Szentlélek, ezek keresztény fogalmrendszerbe tartoznak. Ez az a vallás. A Jahusa, Jahua, a ruach, az pedig az, ahogyan a Biblia hívja őket. És még csak annyit ezzel kapcsolatban, hogy ez a szent lélek dolog, ez meg is nehezíti a kommunikációt, azért, mert mi ösztönösen hozzácsatolunk ehhez a lélekhez valamilyen jelentést, amit az írások nem biztos, hogy hozzácsatol. De ha azt használjuk, hogy ruach, akkor egyszerűen csak tudja mindenki, hogy miről van szó egy idő után. Szóval... Még akkor is, ha nem ismerem azt a sacred name, vagy szent név mozgalmat részletesen, de ezzel abszolút egyetértek, és ha már arról volt szó, hogy honnan eredeztetem ezt, én rengeteget tanultam attól a mozgalomtól, amit úgy hívnak, hogy sacred name ma, vagy ö, a Héber Izraelita mozgalom, amiből szintén van végtelen ágazat, de én nagyon sokat tanultam abból is. Sőt, még az adventizmustól is a kezdet kezdeté. Hát végülis ez egy eh, há hálózatrendszere a szentségmozgalmaknak, Tehát azért mondtam, hogy ez, ez mind összeköthető bizonyos fokig ezek a csoportok, legalábbis a történetük. Persze, és, és az, hogyha valaki azt, senki nem úgy járja ezt az utat, akármelyik utat is a, a hitem belül, a bibliai világon belül, hogy egy nap csak fölébredt, és ő, ő mindent tudott, vagy egyedül megvilágosodott valahol. Mindenki tanult dolgokat valahonnan. És azt hiszem, hogy azért hozta létre az atya ezt a rengeteg felekezetet, vagy azért engedi, hogy legyen. Hogy azok, akik keresik az igazságot, azok meg tudják találni azt ezeken a különböző helyeken, és onnan összerakva megismerjék őt. És így nincsen egy, egy forrás az igazságnak, ami nagyon könnyen megronthatóvá tenné azt. Hogyha most lenne egy mozgalom, amire azt mondjuk, hogy az az igazság, akkor egyszerűen csak azt el kéne tüntetni, az kész. De így az igazság el van rejtve különböző felekezetekben, meg tanítóknál, meg össze-vissza. És ő a, a ruach által, vagy a szentlélek által majd megmutatja, hogy melyik az igazság ebből, meg melyik az igazság abból, és az, aki valóban keresi, az így rá tud találni. Ez az én elgondolásom ezzel kapcsolatban. Hát igen, de csak, talán csak annyit tennék hozzá, hogy tudod, mindenben át lehet esni a ló túloldalára, így a Szent Nevek mozgalomnak is ez az egyik legnagyobb hátránya. Ugyanakkor teljesen egyetértek azzal, hogy a Szent Szellem az, ami aztán végső soron megnyilvánítja az embernek az igazságot és vezeti, és akit valóban a Szent Szellemben jár, az tisztában van a nevekkel, a fogalmakkal, jel a jelentésekkel, és mindennel, ami szükséges az üdvösséghez, és ezen nem is ők, ők nem is kerülnek vitába igazából. Nyilván ilyen téren, mert hogyha vezetve vannak, engem nem érdekel, hogy ki szólítja Istent, Lesz. hogyha ismeri az igaz Istent, és követi, és tudja, hogy van neve, azt is használja, de használja a magyar Isten nevet is, mert hát amikor legelőször Isten megszólította őt, akkor azon a nyelvű Biblián szólította meg, és adott annak a nyelvi Bibliának értelmet a szellemében, amit éppen olvas, legyen az magyar, Héber Arám vagy orosz, Érted, Isten Abszolút, szó ne, ne, ne. az íráson keresztül, és aztán vezeti az embert. A másik pedig az, hogy most van egy valóban egy felekezeti káosz, és Isten beszél arról, hogy lesz egy, egy a végidőkben egy egyház, egy ami, ami már üldözve lesz, de legalább egységesen képviseli az igazságot. Tehát most lesz egy nagy szórás, én hiszek ebben, és ebből a nagy szórásból létre fog jönni a végidők egyháza aminek lesz egy feladata, mielőtt eljön a vég. És szerintem, a, amiről ír az efézusi levél, mikor azt hiszem, hogy azt mondja, hogy hát lehet, hogy nem is az. Ho Hol van a... Amikor arról beszél, hogy a törvény taposó? Tesszalonika. A tesz, -tes Ja, megtalálom én. de, de azt írja, hogy, Ugye amíg el nem jön a nagy szakadás, a szakadásról beszél, Igen. ugye az apostáziáról. Én úgy gondolom, hogy persze elkezdődött ez az apostázia már a, akár a, a korai egyháznak a, az időszakában, de mára mára egyértelművé vált. Én úgy hiszem, hogy még a, a világnak is Ugye értem a szekuláris beállítottságú embereknek, hogy valami óriási probléma van a kereszténységgel. Mert az, ahogy viselkednek a keresztények, ahogy élnek, az az sok esetben még rosszabb, mint ahogyan egy világi él, ugyanis a világi legalább nem mondja magáról azt, hogy ő valamiféle különleges szentnek számít, vagy Istent képviseli. Úgyhogy ez az a kor, ez az a szakasz, amikor bekövetkezett ez az apostázia is, és eljutott a, a, csúcspontjára, mert ami történik ma a kereszténységen belül, az a vége ennek a, az egész vallásnak, meg ennek a mozgalomnak, ami, ami kereszténység. Ezt nem lehet megállítani most már, ahogyan hullik szét az összes egyház. És a, az oka ennek nem más, mint az, hogy elhagyták az ő tóráját, az igaz hitet azt a hitet, ami arra inspirálja az embert, hogy járjon úgy, ahogyan Jahusa vagy Jézus járt, igazul a Tóra szerint. És amint az ember elhagyja azt, onnantól kezdve kikerül a teremtőnek a keze alól is, és csak egyszerűen ez az, ami a kereszténységben történik szerintem, hogy abban igazad van, hogy lesz egy nagy rostálás, és ez az, ami, ami történik. Most. És lesz egy nagy újraéledés ennek a nagy pogányegyháznak is, ugyanis a jelenések 14 rámutat arra, hogy a nagy paráznak üldözni fogja újra a szenteket, és, és az még előttünk áll, tehát Ön. ez a nagy, nagy egyház is rendezni fogja a sorait, és hivatkozni fog majd a erkölcstelenségre és a lezüllésre, és visszatérni a keresztény gyökerekhez, de hát számukra ez a nagy világegyház, keresztény gyökere, az lesz a nagy apostata egyház. Ez azt jelenti, szóval előttünk állnak még az igazi kihívások, mert úgy az igaz egyház, mint a nagy parázna is, még a végidőkben nagy szerepet fog kapni. Ugyan, abszolút, abszolút. És, és nem egy oldalon. <laughs> <laughs> egyáltalán nem, egyáltalán nem egy oldalon. Né, szerintem lehet, hogy ez az a pont, amikor lezárhatjuk ezt a beszélgetést mert ez most egy és három negyed óra is szerintem nagyszerű volt, nagyon sok minden kiderült számomra, amit eddig nem tudtam meg. Rengeteg dolog van, amin érdemes elgondolkozni a mindenkinek, függetlenül attól, hogy egyet érte, vagy nem, vagy, vagy hogyan látja ezt az egészet. Úgyhogy én elbúcsúzom mindenkitől, és köszönöm a figyelmet, bízom abban, hogy hasznosak találjátok majd ezt a videót. És átadom a szót neked, Pál, és akkor elbúcsúzhatsz mindenkitől, aztán pedig hát majd megbeszéljük még a, a jövőt, csak ezt a felvételt. Igen, ellen. hát én is köszönöm a lehetőséget, és ö, áldást mindenkinek, és tanulmányozzon mindenki. <laughs> Halleluja! Akkor folytatjuk innen. ennek a legjobbakat. Viszlát, viszont! Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.